Én korábban nem hallottam Hankis Elemérről, de amikor megtudtam róla pár dolgot, akkor nagyon meglepődtem, talán azért, mert ugye a vasfüggönynek én is ezen az oldalán nőttem fel, és azon lepődtem meg, hogy az okos emberek a világon mindenfelé ugyanabban az irányban gondolkoznak, és minden alkalommal meglepődöm, amikor külföldön járok, hogy értelmes eszmecserét tudunk folytatni, megértjük egymást még úgy is, hogy különböző területeken nőttünk föl, még mintha két külön bolygón nőttünk föl, ennek ellenére tudunk beszélgetni egymással. Az előző panelben, ami a kvantumfizikáról, kvantummechanikáról szólt. Nagyon közel áll hozzám ez a terület, hiszen az első diplomám az fizikatanár, tehát fizikatanárként kezdtem, úgyhogy azért van némi fogalmam erről a területről, és el is olvastam azt a cikket, amit Hankis Elemér írt, illetve a fordítását. De azt gondolom, hogy ez a kvantum elmélet, ami az emberiség történetére levetítve, hogyha ezt értelmezik, akkor ez nem olyan egyszerű értelmezni. Értem, hogy metaforikus értelembe kell venni, de maga az elképzelés, a bizonytalanság elmélete, vagy koncepciója, ez egy olyan dolog, ami bennünk van, az emberi természetben rejlik. És a bolygók, a csillagok, a galaxis, azok milliárd évek óta léteznek, és benne van ez a bizonytalanság, úgyhogy elképzelhetjük, hogy a társadalomrendszer, mint ugye az egyetemek például, nyilvánvalóan ugyanezt a bizonytalanságot, és akár úgy gondoljuk rendetlenséget is tartalmazhatják, és ezért nem biztos, hogy fenntarthatóak. Én ugye a Szovjetunióban nőttem föl, és mi megpróbálunk mindent szabályozni, még az emberek személyes életét, magánéletét is, és láthatjuk, hogy mindenféle szabályokat próbálnak fönt ránk helyezni, és hát tudjuk, hogy ugye nem működik ez a dolog olyannyira, mint szeretnénk. Tehát, ha az egyetemekre visszatérünk, én oktatás elméletet tanítok most már több mint 20 évben a Moszkvai Pedagógiai Egyetemen, és az elmúlt években lehetőségem nyílott arra, hogy egy új tanszéket állítsak fel, egy új karon belül, ami egy oktatási, olyan oktatási modellt állít a központba, ami nem jellemző az orosz rendszerre. Tehát itt tulajdonképpen egy olyan interdisziplináris lehetőségről van itt szó. Tehát ugye általában az orosz rendszerben az van, hogy van egy BA, vagy egy első diplomám, és akkor szépen lineárisan haladunk tovább. Mi pedig egy olyan tanárképzést szerettünk volna bevezetni, amely egy másik, például valaki ugye fizikus, és fizikát szeretne tanítani. Tehát nagyon sokat gondolkodtunk ezen. Régi egyetemeken ez így nem működött, de ha megnézzük a legjobb egyetemeket, mint az MIT-t például az USA-ban, valamiféle kombinációját adják a Humboldti paradigmának, és a megpróbálják ezt egy kicsit összehozni a produktummal, tehát a Humboldti Egyetem és mondjuk a termelési gyártósorral, mint hogyha összehoznánk. Hát ez elég furcsa elképzelés. Nem, ez valami teljesen különböző attól, mint amit megszoktunk manapság. Tehát mire is gondolok? Ez egy újfajta egyetem, és gondolom, ezt mindenki hallotta már. Tehát hasonlóképpen gondolkodhatnak sokan. Tehát miről is van szó?
Ez tulajdonképpen a professzoroknak az okosabb felhasználását jelenteni, hogy a professzorok sokkal tapasztaltabb kell, hogy legyenek, mint a diákok, és úgyhogy az első fejlesztése az egyetemünknek az tulajdonképpen a professzorok belső világának a továbbfejlesztésére koncentrált. Egy másik olyan történet a professzorokkal kapcsolatban, hogy nem szabadnának, hogy legyenek ugye az egyetemeken különböző területek, mert ezek a tudományterületek csak arra vannak, hogy körülhatároljanak valamiféle struktúrát az egyetemeknek, nem ilyen tudás alapjukon kéne működni, hanem átjárhatónak kéne lenni. Például, ha vesszük a laboratóriumok működését, akkor ugye nem lehet csak becsukni az ajtót maguktól, nem működnek. Tehát ugye az lenne a lényege, hogy a diákok be tudjanak menni ezekbe a laborokba, tudjanak beszélgetni egymással, és interaktív módon tudják ezeket a műszereket használni. This is the main thing of this new idea of the university. Ez lenne a lényeg ennek az újfajta egyetemnek, hiszen a tradicionális egyetemeknek csak egyfajta kimeneti lehetősége van. Tehát bemegyünk az első kurzus vagy tanfolyam képzésre, és ha szerencsések vagyunk, egy szép lineáris vonalat követve, ugye az akadémikusi szintük visszük. Ha nem teljesítjük a különböző szinteket, nem tartjuk be a szabályokat, amiket az egyetem támaszt velünk szemben, akkor nem léphetünk tovább. Hogyha egyáltalán nem teljesítjük a feltételeket, akkor ki is zárhatnak minket az egyetemről már az első vizsgáink után. És hát ez sokak számára bizony sok könnyel és verejtékkel jár, de igaz volt ez sokakra, Zuckerbergre, Bill Gatesre, hát tudok mondani ilyen példákat. 10 éven keresztül a Harvard Egyetem rohant a Zuckerberg után, és könyörgött, hogy fogadja el a diplomáját. De 10 éven keresztül azt mondja, nem kell a papírjuk, köszönöm szépen, nem kérem. És most végre azt mondta, hogy na jó, elég volt ebből, adják ide. Én akadémikus vagyok, és én érzem ezt a problémát, átérzem. Nagyon sok professzor úgy néz az üzletemberekre, mintha valahol lent lennének a hegy aljában. De valójában iszonyúan irigykednek rájuk, hiszen mert hogy ők nyilván saját anyagilag messze le vannak maradva mögöttük, úgyhogy ez is egy fontos szempont. Aztán eljön a másik pillanat egy másik szinten, amikor ugye hát defektet tapasztal az egyetemi tanulmányaiban, ez ugye az első végzettség, az első diploma készhezvétele után van, amikor szeretne kimenni a munkavilágába, az való életbe, és az egyetem számára ugye nem annyira... Tehát, hogy akkor végülis nem tartotta be a játékszabályokat, mert nem folytatja az útját a csúcs felé. Vannak olyan egyetemek, amelyek tényleg nagy tiszteletnek örvendenek, tudjuk, hogy ilyen a Cambridge Egyetem, a bostoni MIT, hát megpróbálnak valamit kezdeni ezzel a problémával, és ezért fölteszik a labdákat és karácsonyfa díszeket erre a fenyőre, ami itt van, és hát megpróbálja mindenféle tevékenységgel elérni, hogy ezeket leszedegessék. De ezek a kis tevékenységek ugye mind a legalján maradnak a fa alatt, és nem a csúcson, oda nagyon kevesen jutnak le, hogy onnan leszedjék a gyümölcsöket. Az elképzelés az, hogy az egyetem, az egyetemnek az a célja, ha valaki belép az egyetemre,
akkor valójában nem is az egyetemre jön, hanem egy adott programnak a része lesz, ott fog tanulni. Jó, persze, végül is vannak optimális vagy opcionális választható, úgynevezett elektív tantárgyak, de az biztos, hogy ez az átjárhatóság valójában nem annyira működik. Ezek nem igazi választási lehetőségek. Tehát tulajdonképpen nekünk az lenne a gondolatunk, hogy egy olyan közösségnek a részébe jövünk, ahol nem egy programon veszünk részt, hanem hogy többféle ösvényen haladhatunk a különböző csúcsok felé. Tehát igazából, ha valaki mérnökként indul, dönthet úgy, hogy átmegy az üzletvilágába is, ha valaki közgazdaságot tanul, akkor lehessen belőle mérnök vagy más terület tudósa. És tulajdonképpen ennek a területeknek a kommunikációját kéne a leghatékonyabban megszervezni úgy, hogy minden terület számára a lehető leghasznosabb legyen és átjárható legyen. Nagyon komolyan azt kell gondolnom, és hogyha megnézzük ezt a projektet, most ez nem csak egy kép, ez egy valós moszkvai valóság, ez az egyetem épülete így néz ki. Itt ez a nagy üvegtető, és ez alatt képzeljük el fizikálisan az egyetemnek a polgárait. És azt gondolom, hogy ilyesminek kéne kinézni egy egyetemnek, mint egy plázának valójában, ahol nem butikok vannak, hanem a butikok helyére képzeljük tudományos laborokat, központokat, amiket olyan módon képzelünk el. Gondoljanak csak a Dr. House-nak a sorozatára. Ugye végigmegyünk a folyosón, és látjuk, hogy minden ajtó mögött van egy-egy labor, vagy egy-egy hűtő. Tehát valami hasonlóképpen kéne, hogy kinézzen, hogy mint egy ilyen kiállítási szoba, ott láthatnánk, hogy milyen munka folyik a különböző laboratóriumokban, és akkor mindegyik látható lenne az egyetemi hallgató számára, aki végigmegy ezen, és tulajdonképpen megnézi, hogy melyikbe szeretne becsatlakozni. Tehát itt különböző ösvények, különböző utakból lehetne választani. Most ezt nem szeretném végig elmondani, mire van írva. Tehát, ha megnézzük a kutatási projektet, az oktatási folyamatot, az oktatási infrastruktúrát, vagy bocsánat, kutatási infrastruktúrát, tehát ezek mind különböző utak. Van technológiai, üzleti, infrastruktúrális, tehát néhány szóban, talán köszönöm, csak ennyit szerettem volna. Szeretném megköszönni kollégáimnak, akik hihetetlen nagy kreativitással, adhok helyzetek megoldásával segítették a munkámat, és szeretném megköszönni az előadóknak is a részvételt, hogy elfogadták ezt, hogy olyan konferenciát szeretnénk, amely nem narratív, hanem kreatívabb, jövőre mutató, különböző tudományágak, művészetek és mindenféle gazdag ötlet irányt nyitott. Ha még nem is valósítottunk meg mindent az elemér kívánságából, ötleteiből, kérdéseiből, válaszaiból, de szerintem egy nagy lépést tettünk előre, és remélem itt a Csernel 10-ben, vagy akár bármelyik épületben a jövőben erre még további lehetőség lesz. És köszönöm szépen!